aszályos időjárás jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban a hosszan tartó szárazság. Fagytalanítás, a nem megfelelően téliesített vízórák komoly károkat okozhatnak egy-egy ingatlannál. Jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban a hosszan tartó aszály. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Bár az őszi kalászosokat végül mindenhol elvetették a megyében a gazdák, a talaj előkészítési munkálatai azonban még a felénél tartanak. Az utóbbi napokat ugyan csapadék jellemezte, az elmúlt 3,5 hónap esőhiányos időszaka viszont később még jelentős kieséseket okozhat a termésben. Idén az aszály súlyos problémákat okozott a megyében. Összesen mintegy 50 ezer hektáron jelentettek be károkat. Bár a legfrissebb térképen látszik, hogy az egész ország területén várható esőzés, a jelentősebb csapadékmennyiség csak a legutóbbi néhány napot jellemezte. A nyár második felében aszálytombolt, amely az ősszel sem szűnt meg. Gyakorlatilag 3,5 hónap alatt nem hult nagyobb vagy tartósabb eső, a szárazság pedig egyre fokozódott. A hosszantartó aszály a mezőgazdaságban az őszivetéseknél is éreztette hatását, hiszen a talajok tovább száradtak, és 100-150 mm közötti csapadékhiány alakult ki a talaj felső rétegében. Sajnos ez az aszály a kalászosok, a búza és a titikáli rozsvetés időszakában is tovább folytatódott itt a délnyírségben főleg, ami a határt jár, azt mutatja, hogy sajnos a búzából is vannak olyan kelések, bár most megérkezett ez a csapadék, és ha még nem indult csirába a mag, akkor amit egy hónappal akár ezelőtt is elvetettek, annak van esélye, hogy most kikeljen. Nagyon reméljük, hogy nem hideg következik, hanem egy hótakaró, és a hó alatt még ezek a növények kikelnének, akár tavaszra úgy magához is térhetne. A megyében több gazda is kivárt az őszivetéseknél, emiatt sokáig úgy tűnt, jelentősen csökkenhet a növények vetés területe. 4-5 ezer hektár hiányzott a tervezethez, nagy részt ezt mégiscsak elvetették, a megyének volt olyan járásai, ahol megérkezett ez a csapadék, inkább a délnyírségben jellemző az, hogy csak nem érkezett csapadék, de itt a délnyírségben meg nem igen nagy területen vetnek búzát, úgyhogy rozsa és titikálé került a földbe. Azt mondhatjuk el most így utólag, hogy a 100%-hoz közelít a tervezett vetés. A talajelőkészítések azok viszont alig haladták meg az 50%-ot. Az aszály idén súlyos problémákat okozott a megyében, 6600 gazda adta le bejelentését aszálykára. Ez 50 ezer hektár földterületet érint, ami arányaiban azért is mondható jelentősnek, mert csak a napraforgó vetés területe 45 ezer hektár a megyében. De az országos adatokat tekintve is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtotta leginkább aszály. A károkat szenvedett földterületek több mint fele a megyében található. Töretlen a babakötvény népszerűsége, a megtakarítások állománya novemberben átlépte az 50 milliárd forintot, tájékoztatta Varga Mihály az MT-t. A pénzügyminiszter kiemelte, ez 30% feletti növekedés jelent a tavalyi 38 milliárdos állományhoz képest. Évente 20-25 ezerrel több szülő gondolja úgy, hogy érdemes babakötvényt vásárolni a gyermekeinek. Ennek eredményeként már több mint 160 ezer számlát nyitottak, tette hozzá Varga Mihály. A tárcavezető elmondta, a babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható. A számla felett pedig kizárólag a gyermek rendelkezhet, aki nagykorúvá válását követően a megtakarítást bármire felhasználhatja. A felvehető összeg adó, járulék, valamint illetékmentes, hangsúlyozta Varga Mihály. A nem megfelelően téliesített vízórák komoly károkat okozhatnak egy-egy ingatlannál, hiszen nem csak az elfagyott mérő pótlásának költségei, de az elfolyt víz díja is a tulajdonos terheli. Emellett komoly kiadást jelentenek az utómunkák, a helyreállítás, a keletkezett károk kijavítása is. Elsősorban a nyaralókban és hétvégi házakban kell ügyelni a védelemre, ezekben az épületekben célszerű a belső vezetékekből leengedni a vizet, majd az aknák szigetelését biztosítani. Szilánkos a tölt a vízmérés, nincsen az ivagymányon védi. Ezek a vízmérők, ezek nedvesen futó vízmérő, tehát víz van. Évente közel 100 hasonlóan elfogyott vízórát cserélnek a nyírségvíz szakemberei a vállalat működési területén.
A tél közelettével különösen fontos, hogy még a tartós hideg beállta előtt elvégezzék az ingatlan tulajdonosok, a vízvezetékek és a vízmérők téliesítését. Tévhit azonban, hogy elegendő a vízmérőket rongyokba csavarni, ezzel ugyanis gyakran nagyobb kárt okoznak a tulajdonosok. Mi azt tudtuk javasolni felhasználóinak, hogy a vízmérőhelyek Hungarocellel történő födém szigeteléséről gondoskodjanak. Ez nem nagy költségű beavatkozás. Gyakorlatilag a lapokat felragasztjuk a vízmérőhely a betonaknának a födémjére, és a bebuvónyílásra ez mínusz 10 fok alatt is megfelelő védelmet biztosít a vízmérőhelynek és a vízmérőnek is. A házi vízellátó rendszereknek vagy házi vízhálózatnak fontos elemei a kerti csapok, melyeknek a fagytalanításáról ősszel gondoskodni kell. A fagytalanítás a legtöbb esetben a fagycsap elzárásával történik. Meg kell győződni arról, hogy a fagycsapot megfelelően zártuk el, tehát egészen kattanásig, vagy a legszélső állapotba kell elcsavarni a fagycsapot, meg kell nyitni a kerti csapot, és meg kell győződni, hogy nincsen semmilyen szivárgásra utaló hanghatás, vagy éppen csöpögés a kerti csapból. Az elfagyott vízmérő esetében nem csak annak cseréjét kell megfizetni. Egy eltört csövön keresztül egy óra alatt jelentős mennyiségű víz elfolyhat, a napi fogyasztásnak akár a többszöröse is, ami jelentős költséggel jár. 15-20 ezer forint közötti költséget jelent a fagyott vízmérőnek a cseréje. Amennyiben a kerti csapon elfolyt vízmennyiséget azonosított a felhasználó és rájött arra, hogy nem volt megfelelően elzáró, vagy nem működött megfelelően a fagycsap, ott az elfolyt vízmennyiséget is meg kell térítenie. Ezen kívül az elfolyt vízmennyiség nyilván fellazította a kerti csap környékén lévő talajt, térkövet, bármilyen betonbókot, amiben később keletkezhetnek nagyobb károk, úgyhogy kalkulálni nem is igazán lehet az ilyen vízelfolyással okozott károknak a mértékéről, de nagyságrendekre ez több tízezer forintot jelent egy felhasználó részére. Üdülő, nyaraló, garázs, hétvégi ház, illetve olyan építmény esetében, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás vagy a vízmérő nem aknában van, hanem egy fűtetlen helyiségben, ott a fagyás csak az ingatlan teljes belső vízhálózatának víztelenítésével oldható meg. Ezt azonban teljes biztonsággal csak szakember tudja megtenni. A téliesítést akár magunk végezzük, akár szakember, arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy a vízmérő plombája és a műanyag záróbilincs ne sérüljön meg. Több személy megajándékozását tervezzük, miközben csak nem 18%-kal többet, vagyis közel 41 ezer forintot szánunk az ajándékokra. Derült ki egy árösszehasonlító oldal és a GKI Digitál közös felméréséből. A közleményben az áll, hogy idén karácsonykor átlagosan 7 főt tervezünk megajándékozni. Ez a tavalyi átlagos költéshez képest 6000 forint többletköltséget eredményez a karácsony ajándék vásárlás tervező internetezők körében. A tájékozódás mellett már az ajándékbeszerzések jelentős része is a neten zajlik majd, ugyanis az internetezők 77%-a tervez belföldi online vásárlást ebből a célból. A felmérés szerint megközelítőleg 2,2 millió online vásárló a beszerzésekkel viszont már tudatosan megvárja a november végi Black Friday akciókat, bízva a jó ajánlatokban és a széles választékban. A felmérés szerint a 2018-as online Black Friday költések összértéke meghaladhatja akár a 40 milliárd forintos értéket is. Az idei legnépszerűbb ajándékok között lesznek a ruházati cikkek, majd a játékokat, a szépségápolási és kozmetikai termékek követik. Ne félj, mesélj volt a címe annak a találkozónak, amelyet a Bencs Villában rendeztek kedden. Az esten a közönség Vékulcsár Ildikóval, a Nőklapja szerkesztőjével találkozhatott, aki mesélt a folyóiratról, a derű fontosságáról, és arról is, hogy számára civilekről írni igazi varázslat. Vékulcsár Ildikó újságíró, 11 kötetes író, középiskolai tanár, családi mediátor. A legtöbben a Nőklapja szerkesztőjeként ismerik. Ne félj, mesélj című rovatát 25 esztendővel ezelőtt indította. Az elmúlt évek során levelek ezrei érkeztek hozzá, és számos olvasónak ma is ez jelenti az egyetlen lehetőséget, hogy örömét és bánatát elmondja. Jöttek olvasói levelek. Én becsöppentem az utcáról, ezt mindig mondom a tanítványaimnak, hogy esküszöm, így történt, sok tanúja van. Fölvettek az utcáról, gyeses kismamaként kezdtem írni a Nőklapjának, és ezt csak behívtak. És bementem remegő lábakkal, ott voltak olyan nagyságok, mint Földes Anna, Sefer Erzsi, Sztipiáde Szerzsi, osuntam a fal mellett, és aztán elkezdtem írni a mániáimat. És valami miatt ez az öt gyerekes
kicsit szédült, kicsit sok, túl sok humorral megáldott nőszemély, szerint személyem talán kezdett hatni. És jöttek a levelek, és jöttek a levelek, és jöttek a levelek, aminél fantasztikusabb ajándék azért nincs egy újságíró életében, mert hát érzi a visszacsatolást. No és akkor én mindig válaszolgattam, és akkor egy csomónak nem tudtam válaszolni, és akkor idegbeteg voltam, és akkor kínos, és szégyellem magam. És akkor jött az isteni szikra, mondta a főszerkesztő, hogy van-e valami ötlet, és akkor így puty, hát mi lenne, ha alapban válaszolnék. Ilyen egyszerű volt, és azóta válaszolok alapban, és jönnek a levelek, és jönnek az e-mailek, és nagyon hálás vagyok érte az olvasóknak, mert olvasók nélkül én nem lennék érdekes. Az újságíró 5 gyermekes, 6 unokás nagymamaként járja az országot estjeivel, ahol arról is beszél, számára a derű világszemlélet. A nyíregyházi közönségnek azt is elárulta, hogy pótmamaként tekint Janikovszky Évára, aki arra biztatta, ne csak cikkeket, hanem könyvet is írjon. Szerinte a könyv az újságcikkekhez képest egy szabadabb játszótér, a szerzőt itt nem kötik szigorú korlátok. A Magyar Köztársasági Érdemlen lovak keresztjével is kitüntetett szerző jelenleg a 12. kötetén dolgozik. Készítek egy könyvet, ami jövő év kimondottan anyák napjára fog megjelenni. A címe, idegenes címe, ezt elmerem már mondani, mert 2/3 része készen van. Szeretnélek, pont jaj. És az alcíme, anyák, nagyik és egyéb szent őrültek. Többet nem mondok. A sok humorral fűszerezett találkozó házigazdája Kovács Dénes újságíró volt, aki legközelebb november 27-én Tóth Zolkával, a Móri Zsigmond Színház művészével beszélget majd a Több szemközt című sorozat következő estjén. Többet fizethetünk a kávéért. A világ kávétermelésének közel 70%-át az arabika kávé adja, amelynek a fő termőterülete Brazília. Itt az elmúlt időszakban a történelmi átlag negyedének megfelelő csapadék hullott, ami nem kedvezett a termésnek. A kávétermés 30%-a robusta, ami főleg Vietnámban terem. A helyi gazdasági minisztérium adatai szerint októberig 21%-kal emelkedett az ország kávé exportja az előző évhez képest. Így a folyamatos keresletnövekedés és a klímaváltozás miatti nehézségek jelentősen emelik a kávé árát. Magyarország fél éves szerződések alapján importálja a kávét, így a rövid távú árváltozás nem befolyásolja a kiskereskedelmi árakat. Ismét teljes értékű munkát végez Helebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló már felépült az Európa-bajnokságon elszenvedett lábtöréséből, és napi 2-3 edzéssel igyekszik utolérni magát. Pokrovenszky József tanítványa számára a jövő év főversenye a katari világbajnokság lesz. A súlyos sérülések eddig elkerülték Helebrand Mátét, az augusztusi berlini Európa-bajnokságon azonban lábtörést szenvedett az olimpikon gyalogló. Egy hónapig gyakorlatilag ágyhoz volt kötve Pokrovenszky József tanítványa, a második hónapban viszont már úszással és kerékpározással hangolt az alapozásra nyíregyházi atléta. Ettől függetlenül a hosszú kihagyás követően Máténak nem volt egyszerű felvenni a korábbi tempót. A kezdet az nem volt könnyű, rögtön egy debreceni edzőtáborral kezdtük a felkészülést. Hát az első 2 hétben teljesen úgy éreztem magam, mint egy kezdő sportoló, vagy egy hobbi sportoló. A púzusom, az állóképességem, az izomzatom, minden nagyon gyenge volt, viszont most már szépen kezd napról napra jobb lenni. Még távol állok a csúcsformától, vagy attól az állapottól képest, ahol tavaly ilyenkor tartottam, de bízunk benne, hogy a tavaszi versenyekre már ez már javulni fog. A tervek szerint Máté januárban és februárban is 3 hetet tölt majd Portugáliában, hogy jó körülmények között készülhessen fel a szezonra. Az év fő versenye számára az októberi katari világbajnokság lesz. Oda még nekem meg kell majd csinálni a szintet, ez lesz az elsődleges feladat, és hát igen, elég furcsa lesz, hogy nem augusztusban, hanem októberben lesz a világbajnokság. Ez hát a felkészülést is nagyban fogja módosítani, hiszen 2 hónappal kitolódik az egész szezon, és hát teljesen máskorra kell majd
a csúcsformát élesíteni, illetve nekem már márciusban is csúcsformába kell kerülnöm, szóval egy szezonon belül kétszer kell majd ezt megcsinálni, ami hát elég nagy kihívás lesz, illetve már megvannak a pontos időpontok, a rajtnak az időpontjai, és hát nekem egészen extrém időpontban lesz a rajtom, nekem ottani idő szerint 23 óra 30 perckor lesz a rajt, és hát egy ilyen 4 órás verseny az azt jelenti, hogy hajnal 4-ig fogok versenyezni, ami megint egy elég nagy kihívás lesz. Máté számára már a tokiói olimpiai célkeresztben van. Mint elmondta, a korábbi hírekkel ellentétben mégsem változik a kvalifikációs rendszer, így a bevezetés előtt álló világranglista pontok helyett a 2020-as játékokra is időeredménnyel lehet majd kikerülni. Újabb idegenbeli mérkőzést nyert meg a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 tizedik fordulójában játszott meccsen a fővárosi vízművek otthonában győzött 5-3-ra. A tabella második helyén álló nyíregyháziak szombaton az éllovas Egert fogadják. Győzelmi kényszer alatt utaztak a vízművekhez a nyíregyháziak, akiktől sérülés miatt hiányzott legeredményesebb játékosuk Fehér Béla. Ahogyan azt várni lehetett, a vendégeknek meg kellett küzdenük a 2 pontért, a hazaiak ugyanis a szezon legjobb teljesítményét nyújtották. Az NTK végül 3201 fát ütve 18 fával felülmúlta a fővárosiakat, így a többletfáért járó 2 pontnak köszönhetően 5-3-ra megnyerték a mérkőzés fintáik. Egy nehéz mérkőzésre számítottunk, bár abszolút mi voltunk a favoritjai ennek a párharcnak, de a tét az mindenképpen a mi válunkat nyomta. A végén a két csapat köszöntőjénél el is mondták a vízműves vezetők, hogy igencsak jó fát sikerült nekik hazai pályán produkálni, ezzel több meccset megnyertek volna, pont a ellenünk lévő aznapi meccset nem. Ez is jelzi azt, hogy a vízművek mennyire felkészült, és majdnem azt lehet mondani, hogy mindent egy lapra feltéve küzdött, és borzasztó nehéz volt nekünk, mert a Fehér Béla nem játszott, ugyanis sérült volt már a szanki mérkőzés után is érezhető volt, illetve több mérkőzés sérülten játszott le, és hogyha hozzáteszünk, hogy a legutóbbi Szegvár elleni idegenbeli mérkőzésen 30-nál végleg le kellett cserélni, akkor már előre vetítette azt, hogy neki hosszabb pihenőre van szüksége, de majd a mostani hétvégére mindenképpen, mivel egy nagyon fontos rangadó vár majd ránk, a Billati Eger csapata látogat ide Nyíregyházára, így mindenképpen ő is majd dobóállásba szeretne lépni. A mezőny legeredményesebb játékosa a nyíregyházi Magyarorvosi Péter volt, aki 585 fát ütve szerzett pontot csapatának. Ezt az eredményt már régóta várta a csapat tőlem is. Egy nem várt vereség után érkeztünk erre a párharcra, egy nem kimondottan könnyű pályára. A budapesti vízművek csapata ellen egész héten nagy elánnal készültünk. Tisztában voltunk azzal, hogy ezen nagyon sok múlik, ezen a mérkőzésen, és mindenki ezzel az elánnal készült a mérkőzésre, és azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsénk volt a végén. Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, de végeredményben győzni tudtunk, és ez a legfontosabb. Az NB1 tabelláját az Eger vezeti 10 mérkőzésen szerzett 14 pontjával. Az egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyháza 12 ponttal a második helyen várja az egriek szombati vendégjátékát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban a hosszantartó aszály. Bár az őszi kalászosokat végül mindenhol elvetették a megyében a gazdák, a talaj előkészítési munkálatai azonban még a felénél tartanak. Az utóbbi napokat ugyan csapadék jellemezte, az elmúlt 3,5 hónap esőhiányos időszaka viszont később még jelentős kieséseket okozhat a termésben. Idén az aszály súlyos károkat okozott a megyében, 50 ezer hektáron jelentettek be károkat. Nem csak az elfagyott mérő pótlásának költségei, de az elfolyt víz díja is a tulajdonos terheli abban az esetben, ha nem gondoskodott megfelelően a vízórák téliesítéséről. Emellett komoly kiadás jelentenek az utómunkák, a helyreállítás, valamint a keletkezett károk kijavítása is. Elsősorban a nyaralókban és hétvégi házakban kell ügyelni a védelemre. Ezekben az épületekben célszerű a belső vezetékekből leengedni a vizet, majd az aknák szigetelését biztosítani. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 21-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap borongós időre számíthatunk. Egy mediterrán ciklon távolodik tőlünk, illetve gyengül. A Kárpát-medence csütörtökön egy anticiklon délnyugati peremén helyezkedik el. Lényeges változás ugyanakkor nem várható. Folytatódik a borongós, hamisítatlan, késő őszi idő. Többfelé csapadékra is számítani kell. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet, eső, szitálás egyaránt valószínű. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Eső, szitálás egyaránt várható, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét utolsó napjaiban, valamint a jövő hét elején erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Összességében több helyen előfordulhat szitálás, kisebb eső. A jövő hét közepén a változóan felhős égből helyenként hózáporok alakulhatnak ki. Sok helyütt megerősödik az északkeleti szél, amellyel hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét.